Sziasztok, én Ruff Bálint vagyok, ez a Vétó, a Partizán politikai elemzőműsora. A mai nap Schulz Nóra szerkesztőtársammal, Tóka Gábor CEU-s professzor vendégünkkel fogunk a politikai kutatásokról beszélgetni. Arról, hogyan kell őket értelmezni, ki a megrendelője, hogyan kell egyáltalán hozzájuk állni. De mielőtt erről beszélnénk, kicsit beszéljünk az előző hétről, amikor is Szolnokon jártunk élőben a Vétóval. Mit gondolsz erről, Nóra? Igen, hát én ugye ott nem voltam a műsorban, csak szerkesztőként dolgoztam, és azt hiszem fontos elmondani, hogy ez volt a cél alapvetően annak, hogy elindulunk egy országjárásra a Vétóval, hogy azokat a helyeket megtaláljuk, ahol azt gondoljuk, hogy lenne esélye egy változásnak a 2024-es választásokon, és hogy azokat a közösségeket, akik helyben ott vannak, akiknek a közélete valójában nem a YouTube-on meg az interneten zajlik, hanem a mindennapjaikban és ott helyben azokkal tudjunk találkozni, meg egy ilyen közösségi eseményt létrehozni, és a Partizánt minél többekhez elvinni élőben is, és szerintem ez nagyon fontos, különösen egyébként Kelet-Magyarországon, ahol szerintem kifejezetten a baloldalnak ezeket a helyi közösségeket és helyi közéletet kellene visszaépíteni, úgyhogy számomra nagyon inspiráló volt, meg nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik eljöttek, és hát a támogatásukról, meg az érdeklődésükről biztosítottak minket. Igen, szerintem nagyon érdekes volt, főleg azt látni, hogy pár hónappal a választások előtt még igazából nincsen az ellenzéknek ott közös jelöltje, és picit úgy éreztük, és ugye arról is beszéltünk, hogy jobban utálják kicsit egymást, mint a közös ellenséget vagy ellenfelet. Vissza fogunk még térni műsorban többször is Szolnokra, hogy mi ott a helyzet, és decemberben szintén egy olyan helyre fogunk ellátogatni, Nyíregyházára, ahol van egyébként keresni valója az ellenzéknek. Köszönjük, Gábor, hogy itt vagy velünk. Azért is hívtunk, mert egyrészt szakértője vagy, és van egy saját oldalad, ami ebben foglalkozik, blogként is, meg Facebook oldalad, és a Vox Populi, mindenkinek ajánlom, egy nagyon különleges és nagyon szakmai oldal. Hogyan van ez a kutató helyzet most, főleg azokkal az elmúlt pár évnyi sok-sok hibával, vagy ha ezt hibának lehet mondani, ami történt ugye a Brexitnél, Trumpnál, és a magyar közvéleménykutatásban is, hogy az embernek az az élménye, hogy mintha valaki mondana valamit, aztán pedig utána nem az történik. Különösen kitette például a szlovák exit porra, ami aztán persze Lengyországban nem így volt. Tehát mit gondolsz erről, milyen a kutatási helyzet most Magyarországon, kiknek lehet hinni, kicsit beszélni le arról, hogy mi most, hogy látod most, hogy mi a helyzet? Hát először talán az, hogy a világban azért úgy köszönjük szépen megvannak jól a választási előrejelzések és közvéleménykutatások, nem romlott a pontosságok, erre nagyon részletes és nagyon kiterjedt több tucat országot, és 1945 óta minden választás, ahol volt közvéleménykutatás előtte föl, letakaró kutatások vannak, és hát nem csökkent semmivel sem a pontosságuk. Nagyon változik a technológia, állandóan újítani kell, állandóan igyekezni kell, és akkor annak ellenére, hogy 45-ben még azért 90%-os válaszadás arány volt, ahol kérdeztek, ma meg már inkább 1, meg 10%-os válaszadási arány van, ez egészen más körülményeket teremt, más technikákkal, technológiákkal próbálkozni, de megoldható a probléma. Most Magyarországon, ami volt 2022-ben tévedés, meg 2019-ben ugye a budapesti főpolgármester választáson, hogy ugyanakkora tévedése a közvéleménykutatásoknak, az nem hasonlítható össze ezekkel, mint hogy a Brexitnél most 2% ide-oda. Tehát vannak vállalható hibák, amik becsúsznak időnként, de nem olyan nagyon borzasztó gyakran. De hát mondjuk Lengyelországon tök jók voltak az előzetes közvéleménykutatások, Szlovákiában is tök jók voltak az előzetes közvéleménykutatások. Az, hogy ott a választás estéjén, amikor mindenki ott ül a tévé előtt, megjelenik egy exit poll, amelyik éppen rossz, ebből nem ez alapján kell megítélni a közvéleménykutatások teljesítményét, mert azok nem exit poll technológiával készülnek. Egy exit poll az 4 évente ugye a választáson esetleg készül, nincs abban olyan gyakorlata, rutinja azoknak, akik készítik őket, hiába nyilván az ő hitelességük óriási kockára van téve egy exit poll-al, tehát annyira pontosak próbálnak lenni, amennyire csak tudnak, de biztos, hogy mindent megtesznek annak az érdekében, de lehet ettől még nagyokat tévedni egy exit poll-ban, ez elég gyakran elő is fordul, nem kell türelmetlenkedni egy választás éjszakáján, nem azt kell nézni, hogy az exit poll mit mutatta az eredményt, mert az vagy bejön, vagy nem jön be, az tényleg az nem olyan, mint egy választás előtti közönkutatásokban. Választás előtti közönkutatásokban egy normálisan működő demokráciában, piacgazdaságban nyilván versengő cégek vannak, azok között lehetnek propagandisták, de a propagandista se szakadhat el teljesen a valóságtól, mert akkor senki nem fog, mindenki csak kinevetni fogja azt a propagandistát. Tehát Amerikában, Nagy-Britanniában, Lengyelországban, Spanyolországban, Németországban ez egy működő műfaj. Magyarországon is egy működő műfaj volt. 2002-ben volt egy jelentősebb tévedése a közönkutatásoknak, de mondjuk 98-ban, 2006-ban, 94-ben, akár még 1990-ben is lehetett adni. Informatívok voltak a közönkutatások, biztos, hogy pontosabb és jobb képet szolgáltattak az esélyekről, mint amit a saját külfeje alapján bárki tudott volna. Tehát ez egy dolog. Ma Magyarországon hát egy különleges helyzet van. Ez egy tehát nemzetközileg is példátlan nagy volt a hiba. Egyetlen hasonlító példával találkoztam csak így az elmúlt évtizedekből, ez az idei első görög választás, az elképesztő, ugye ott 10%-kal túlbecsülték a közönkutatások a Szirizát, és néhány 2%-kal mennyivel alábecsülték az Új Demokráciát. Tehát az se volt akkora tévedés, mint a magyar, de azért az már egy hasonlítható nagyságrend volt, de ezek a 19-es főpolgármester választáson és aztán a 22-es magyarországi választáson egészen más nagyságrendje volt ezeknek a hibáknak. Itt egyszerűen az ok, hogy ez nem egy demokratikus közeg, ez nem egy piacgazdasági közeg. Itt azok a várakozások, amelyeket normális körülmények között kialakítottunk azzal kapcsolatban, hogy mit tudnak a közönkutatások, ezek nem jönnek be láthatólag. Tehát alapvetően akkor a politikai környezettel magyarázod azt, hogy ezek nem stimmeltek, tehát hogy módszertanilag vagy a kutatások készülésében nem tudsz beazonosítani olyasmit, ami magyarázhatja. Ez szerintem csak a 19-es, meg a 22-es is azért is fontos, mert nagyon nagy a közvéleményben szerintem az érdeklődés a kutatások iránt, az, hogy számok legyenek, az, hogy a politikát, ami egy nagyon bonyolult, sokszor homályos, egyébként tényleg ellentmondásos folyamatokat látunk nap, mint nap, és akkor, amikor jön egy pontszerű közönkutatás, arra nagyon nagy figyelem kerül, és hogy ezért is érdekel szerintem sokakat, meg engem biztosan, hogy a 19 és a 22 miért voltak mellényúlások a közönkutatók részéről. Igen, tehát ez teljesen jogosan érdeklődik a közvélemény iránt, és teljesen helyesen a közönkutatásokra is függeszti tekintetben, ez egy jogos várakozás, hiszen koordinálni akarjuk a politikai döntéseinket, ugye? Tehát nem akarjuk elpazarolni a szavazatunkat reménytelen jelöltekre, nem annyira fontos számunkra, hogy az X vagy az Y, de már mondja már valaki, hogy melyik lesznek jobb esélye, hogy a mi politikai akaratunk az képviseletet kapjon. Tehát ez egy borzasztó fontos dolog, de ez nem játék, meg nem tömegszórakoztatás jellege is van nyilván egy választásnak, de azért alapvetően nem az a lényege egy országgyűlési választásnak, hogy ott izguljunk a tévé előtt, mint egy Arsenal meccs előtt. Én már meg sem remélem nézni a meccseket, csak utólag, mert színvolt kapnék a képen. Tehát, nagyon fontos, és valóban ez egy helyes várakozás, hogy a közönkutatások még mindig jobban fogják megmutatni, hogy mi várható, mint a saját kútfejünk alapján, meg a Józsitól hallom, hogy ő ezt tudja már a tutit. Mi a probléma velük? Hát az, hogy a politikai és a gazdasági környezetnek a Magyarország jellegzetességei, tehát, hogy aztán ez nem piacgazdaság, és ez nem demokrácia, az a módszertanra is kihat ezerféle módon, például abban, hogy nagyon olcsón kell dolgozniuk a kormánytól független közönkutatóknak, a kormánypártnak dolgozó közönkutatóknak meg hát ilyen költségvetési korlátaik nem nagyon vannak, tehát ők megengedhetnek maguknak mindenféle dolgot, de ők sincsenek egy versenyhelyzetben. Tehát az ő versenyhelyzete az nem az, tehát egy embert kell kielégíteni, ugye? Azzal, amit csinálunk, A politikai bizalom hatalmas szerepet játszik a kiválasztásában ezeknek az embereknek, nem feltétlenül azzal tudnak előrejutni a szervezeten belül, hogy ők szakmailag mit tudnak, tehát ők sem egy piaci folyamatokban szűrődnek meg, méretődnek meg, nincsen semmilyen kritikai nyilvánosságnak kontrollja fölött, hogy mi történik abban az évente általában 200, ugye az a weboldalokon szerepel ez, hogy most már, hogy évente 200 közönkutatást végeznek, lehet, hogy ennél több, lehet, hogy kevesebb, lehet, hogy nem is végzik el mindegyiket, amit ért pénzt kapnak, hogy megcsinálják, de az biztos, hogy a szakmai színvonal az nem garantált attól még, hogy egy csomó pénzt elköltenek. A másik oldalon meg hihetetlen híglé készül nagyon olcsó technológiákkal, mert valahogy arra állt be Magyarországon a nem piaci körülmények között a piackutatások is nem túlságosan meglepő módon hát sarlatánok és bulvit áruló embereknek a vadászterülete. Azokat, akik mi a politikai közműködésokban látunk, közműködők időnként próbálnak versenyezni árversenyben olyan bóvikkal és olyan dolgokat árul emberekkel, akikkel nem lehet árban versenyezni, és nem tudnak annyit pénzt elkérni a kutatásaikért, mint amiben az kerülne, hogy az normális szakmai színvonal, ahogy azt elvégzik Szlovákiában, vagy Lengyelországban legyen elvégezve. Gábor, mielőtt rátérnénk a magyar specifikumokra, inkább kicsit beszéljünk arról, mert nem tudják se a nézők, se a hallgatók azt, hogy milyen típusú kutatások vannak, tehát miről beszélünk, amiket látunk így mondjuk egy nyomtatott vagy online mondani, ugye ezek 1000 fős mintán elkészülő, hogyan tudnád leírni, mik vannak most a placon, mikkel operálnak ezek a kutatócégek, hogy mindenki értse, hogy egy ilyen dolog hogyan készül, és hogyan kéne készülnie. Igen. Hát alapvetően háromfélét érdemes megkülönböztetni, és akkor ezeken belül még vannak altípusok. Ugye régen alapvetően személyes kérdezéssel zajlottak ezek a dolgok, ez ma már ritka, mert a munkaerő költségek olyan magasak, hogy nem lehet kigazdálkodni. Igazából amit még meg lehet csinálni, hogy nem nagyon figyel oda az ember arra, hogy mit csinálnak a kérdezők, és hát egy kicsit szemet huny a fölött, hogy lehet, hogy nem minden kérdést tényleg megkérdeztek az általagos válaszolótól, lehet, hogy nem úgy jutott el a válaszolóhoz a kérdező, ahogy kellett volna, ahhoz, hogy ez egy véletlen mintaválasztás legyen, és a többi, és a többi, és hát innentől kezdve az általagos előnye a személyes kérdésnek nagyjából megszűnnek. Hogyha olcsón kell csinálni, akkor abból nem lesz véletlen minta, és nem lesz tisztességesen végigkérdezett. Ennek a műfajnak ez a problémája, hogy ez milyen irányba torzít, azt nem lehet előre. Magyarul van egy kérdéssor, ugye ezt tegyük hozzá, amit megír egy szakember, a megbízónak a elvárásai szerint, és akkor ezt személyesen kérdezné le, valamilyen módszer szerint kiválasztva, hogy kiket kérdez meg. Ugye, mert ezek fontos dolgok, hogy mert ezt nem tudják, ez egy... Igen, tehát jellemző módon ugye úgy két módon történhetne ez a dolog. Az egyik az, hogy a népesség nyilvántartótól kérünk pénzért, nyújtják ezt a szolgáltatást, hogy leválogatnak, megmondjuk nekik erről a 100 településről kérünk véletlen mintákat a felnőttekből, akkor ők azt megteszik. Nyilván ugye a népesség nyilvántartásnak már egy elég nagy hibája van, tehát nem ott vannak bejelentve az emberek, ahol laknak, amúgy is már külföldön dolgozik, stb. Tehát lehet ezt csinálni, vagy hogy a népesség nyilvántartás hibái ne tévesznek meg minket, lehet helyett ugye a véletlen sétával próbálkozni, ez jellemző, már hosszú ideje Magyarországon inkább így zajlik. Ez azt jelenti, hogy megmondjuk, hogy azon a településen, ahova te fogsz menni, ott melyik az a földrajzi pont, ahonnan el kell indulnod, és akkor onnan minden 17. háztartásba kell becsöngetned, és és adunk ilyen szabályokat, hogy mikor forduljál balra, jobbra, stb. És ez elvileg lekövethető és ellenőrizhető, hogy oda ment el, de hát spórolni kell, hát nem lesz GPS-es eszköz az embernél, nem lesz, aki lekövesse, hogy tényleg ott járt-e, nem fogja betartani a szabályokat, mert akkor az életben nem készülne az a napi 3-4 interjú, hanem mindenféle. Na jó, tehát ez a személyes kérdezés. Következő az a telefon, kézenfekvő az a telefonos. Ugye Amerikában a 70-es években ez vált a standard, és aztán most Magyarországon tulajdonképpen ez a leggyakoribb. Elvileg ugye az lenne a helyes technológia, hogy véletlen telefonszámokat hívogatunk, és akkor így az véletlen lesz, hogy ki melyik telefonszám csörög, az sajnos nem véletlen, hogy kiveszi föl és kihajlandó válaszolni, és kinek van üzenetrögzítője, és amin nem lehet túljutni. Tehát itt azért már szintén ugyanúgy, mint ahogy a személyes kérdezésnél ugye körülbelül mondjuk 25-30%-ába lehet a címeknek bejutni a jó esetben, hogyha nagyon kitartóan próbálkozik az ember. Hát telefonon hát olyan 10-20%-ot lehet esetleg meginterjúvolni, hogyha rámenősen többször rácsörgetünk ugyanarra a számra. Amerikában már csak 1%-ot lehet. Tehát azért ez várhatóan Magyarországon is romlani fog. És akkor az már nem nagyon véletlen, hogy ki ez az 1%, meg ki ez a 10%, mert személyiségegyekben, életkorban, férfi vagy nő, tehát egy csomó minden ebben sérül a minta, amit ugye súlyozással ki kell akkor sakkozni. Ami mit jelent? Az azt jelenti, hogy ugye jellemzően több a nő a válaszolók között, mint a férfi, viszont a népszámlásból tudjuk, hogy a 18 év felettiek között nagyjából 53% a nő és 47% a férfi, ezért aztán akit megkaptunk női megkérdezetteket, és hogyha több van belőlük, mint 53%, akkor őket nem egy embernek fogjuk szállítani, hanem akkor ők csak egy 0,81 ember lesz, míg a férfi emberek azok 1,19 embernek fognak szállítani, akkor, amikor kiszállítjuk a százalékos megoszlásokat. Most ennél azért bonyolultabb a dolog, mert sok szempontból kell súlyozni, világos. És nyilván életkori csoportokon belül kell csinálni a súlyozást a nemek arányára, mert életkori csoportok szerint is változik, hogy mennyivel könnyebb a nőket meginterjúlni, mint férfiakat. Iskolázottságra súlyozni kell. Tehát vannak ilyen népszámlásban ismert dolgok, amikre lehet. De sajnos nem csak ezekre kéne, mindenki tudja, hogy másra is kéne, de hát másra meg nincs ilyen objektív adat. Telefonosnál ugye van még két fontos altípus, amiről azért emlékezzünk meg. Az egyik az, hogy ténylegesen véletlen számokat hívunk. Ez nem ismeretlen műfaj Magyarországon, de a legtöbb közleménykutató arra hivatkozik, hogy ez jogilag nem megoldható, ami nem igaz. Vannak bizonyos plusz költsége a dolognak Magyarországon a jogi helyzet miatt, amire most ne térjünk ki, de ez megoldható a dolog, és léteznek véletlen telefonszámot hívó kutatások. Például 2022 eleje óta a Medián ilyet csinál, állítólag a kormánypárti közleménykutatók is csinálnak ilyeneket. De erről fogalmam sincs. Viszont ami a legtöbb, ami megjelenik a sajtóban, főleg a független sajtóban, telefonos közleménykutatás, az nem ilyen, hanem olcsó lé. Tehát vannak ilyen ismeretlen eredetű telefonszám gyűjteményei a különböző call centereknek, az soha senkinek nem tudták elmagyarázni, hogy az honnan származik, nem akarták elmagyarázni, hogy ezek mennyire véletlenszerű mintái a magyar telefonszámoknak, azt senki nem tudja, mivel mindenkinek az érdeke, hogy a megrendelőnek eladjuk a búvit, ezért ezt nem is feszegetik, főleg nyilvánosság előtt nem, és akkor vannak olyan telefonszámgyűjtemények, amikben sokkal több MSZP jön ki, mint a másik telefonszámgyűjteményben, meg van olyan telefonszámgyűjtemény, amiben a rengeteg LMP-s jön ki. És akkor egy már kicsit tapasztalt megrendelő, ugye akár válogatott is, hogy most olyat szeretnék, amiben több jobbikos van, akkor ehhez a call centerhez megyek, mert annál mindig több jobbikos találnak, mint a másik call centernél. Ha meg most éppen az LMP-nek akarok udvarolni, annak akarom eladni magamat, vagy a párbeszédnek, akkor meg ahhoz fogok menni, mert aznál rendszeresen több jön ki. Ezt már a politikusok is tudják, és akkor, mikor eldöntik, hogy melyik közleménykutatótól rendelünk meg, akkor hát megfontolják, hogy most propagandára akarom jobban használni, vagy a valóságot akarom megismerni, és a propaganda gyakran nyer, hogy inkább azt szeretjük látni, amiben jobbak vagyunk. De most mi a harmadik típusú? Ja, a harmadik típus, az pedig az online kutatás, amit lehetne jól csinálni, vagy viszonylag jól csinálni, ott is lehetne próbálkozni véletlen minták felépítésre, de ez rendkívül költséges. Ami helyett online kutatásként jellemzően megjelenik Magyarországon, az a lehető legolcsóbb féle online közönkutatás, hogy hát nagyon olcsó lehet, vagy nagyon, hát ez se igaz, hogy nagyon olcsó, mert ugye annyi pénzt elkölt a Fidesz most már Facebookos hirdetésre, hogy az mindenki másnak is nagyon drágává teszi a Facebookon a hirdetés Magyarországon, főleg egy kampányidőszakban. De azért még mindig viszonylag olcsón ugye ki lehet tenni Facebook hirdetéseket, tehát a Facebook algoritmusára bízzuk a sorsunkat, majd az, mi se tudjuk, hogy mit fog történni, de meg tudjuk adni, hogy milyen demográfiai jellemzők szerint szeretnénk azt a dolgot csinálni, meg és akkor hát így előáll valamiféle, tehát följönnek a Facebook hirdetések embereknek, minden 100. vagy 200. ember rákattint arra a hirdetésre, amelyik, ahogy megjelent ugye egy ilyen kis ikon neki, hogy mondja el a véleményét, tarara, és ráklikkel, ott van egy ilyen kis önkitöltős kérdőív, ami nem hosszabb, mint mondjuk 10 perc ezt kitölteni, és akkor ezt így mondom, el lehet érni egy ilyen 1%-os válaszadási arányt esetleg, vagy fél százalékost. Azzal nincs baj, hogy Facebookon, mert Facebookon ott van majdnem az egész Magyarország, tehát igazából több embert lehet Facebookon elérni, mint telefonon vagy személyesen. Ez idáig rendben van. Az is rendben, hogy a Facebook megcsinálja a targetálást a demográfiai csoportokra, de hát már azért ettől még ez egy nagyon sajátos személyiség, aki rákattint egy erre, hogy mondd el a véleményedet, és 10 perc alatt kitölti. Rettenetesen felülreprezentált köztük nyilván a gyakori Facebook használók, a politikai iránt jobban érdeklő emberek, akik ilyen extrovertáltabb emberek, akik nem neurotikusak, nem gyanakóak, akiknek jó véleménye van arról a közönkutató intézetről, amelyiknek megjelenik a hirdetése. Szóval torzít magyarul, nem? Nagyon torzít. Az egyik egészen különleges torzítása például az, hogy az algoritmus miatt, hogy ha egyszer rákattintottál egy ilyenre, akkor már sokkal gyakrabban fogod megkapni ezt a micsoda. Tehát ezekben a mintákban ugyanazok az emberek újra és újra és újra előfordulnak. Az, hogy 20% az IDEA kutatásaiban, aki ugye ezzel végezik a Demokratikus Koalícióhoz, ez ebből származik, nem abból, hogy 20% a valóságban a Demokratikus Koalíció. Erre majd térünk rá. Igen. Szóval szerintem akkor ezt átbeszéltük, hogy minden kutatás és ahogy a számok előállnak, amiket a végén látunk, azok problémásak, vagy legalábbis valamifajta kontextus kell melléjük rendelni. De ami engem igazán érdekel, hogy amikor már ott vannak a számok, és azok kikerülnek a médiába, vagy a pártok publikálják azokat, akkor hogyan lesznek felhasználva. És ennek szerintem két különböző ága van. Az egyik, amikor pusztán pártpreferenciákat mérünk, és választások előtt próbáljuk felmérni az erőviszonyokat, vagy pártok egymás között próbálják felmérni az erőviszonyokat. És van egy másik része, amikor különböző szakpolitikai kérdéseket próbálunk felmérni, hogy milyen preferenciái vannak az embereknek, mit gondolnak akár társadalombiztosításról, mit gondolnak akár nem tudom, zöld kérdésekről, tehát hogy hogyan alakítsuk a közpolitikát, és hogy erre érdekelne akár mindkettőtök véleménye is, hogy hogyan lesznek felhasználva ezek a közvéleménykutatások, milyen olyan példák vannak, amik esetleg eszetekbe jutnak, olyan nem tudom, elmúlt 30 év magyar történetéből, amikor különböző politikai erők kifejezetten a közvélemény szondázását ilyen politikai célokra próbálták felhasználni. Erről mit gondoltok? Ez nagyon helyes, hogyha ezt teszik. Nem abban az értelme, hogy szolgáljan követni kell azt, amit a felületes véleményként emberekbe mondanak egy ilyen szituációban, amikor valami olyasmit kérdezik őt, és soha nem is gondolkodtak. De azért a politikusnak figyelembe kell vennie, hogy mik ezek a felületes vélemények, amik léteznek egy társadalomban. Nem lehet teljesen megkerülni. Lehet dolgozni az emberek oktatásán, egy szó jó értelmében, tehát hogy megtanítjuk nekik, hogy mik itt a dilemmák, és ha az infláció ellen akarok küzdeni, akkor lehet, hogy a munkanélküliség egy kicsit föl fog menni, mert tehát lehet ezen dolgozni, hogy megértsék az emberek, hogy milyen költségvetési dilemmák vannak például, de azért nagyon messzire nem lehet eljutni ebben a dologban, mert nagyon korlátozott az, hogy én, mint állampolgár, mennyi időt tudok eltölteni a politika követésével. A Biden ugye azért, most egy nagyon aktuális példa, hogy tényleg kimutatják az amerikai közönkutatások, hogy nagyon rosszul szerepel, ugye Trumpal szemben is, és akkor politikai iránt érdeklődő emberek, akik esetleg nem gyűlölik a demokrata oldalt, csodálkoznak, hogy de hát a Trump is egy rozoga öreg ember, aki sokkal hülyébb, mint a Joe Biden. Hogy lehet csak azért, mert néha elbóbiskol? Hát annak semmilyen komoly politikai következménye nincsen, tehát az, hogy elbóbiskolgat, meg időnként félrebeszél, ennek komoly politikai következménye nincsen. A lényeg az, hogy egy tarara, és akkor 1000 érvet mondanak arra, hogy ez miért jó. miért jó ember, és miért nem érdemes azzal vacakolni, hogy valami más elnökjelöltet állítson a párt. De ezt nem lehet eladni annak az embernek, akinek kevés ideje van a politika követésére, és azt látja, hogy van egy mellébeszélő el a bóbuskál öregemben, ő azt mondja, hogy ez alkalmatlan. És ezen vannak dolgok, amiken sokat változtatni nem lehet. Gyurcsány Ferencről valamit megtanultak az emberek 2006 és 2009 között, amikor állandóan tele volt vele a hírek, és amikor akkor történt a Gyurcsány Ferenc-Szúr tanulás, azt már nem fogják elfelejteni. Tehát ez a politikai irányt érdeklő ember az persze tudja, hogy Gyurcsány Ferenc után már nagyon sok mindent csinált, fölépített egy pártot, lehet, hogy bizonyos dolgokban megváltoztatta a véleményét, stb. Rengeteg érvet tud arra mondani, hogy most miért kell már más színben látni, meg akkor is már milyen igazságtalanak voltak vele szemben, de ezt nem lehet, mert akkor szerepelt Gyurcsány Ferenc a hírekben, akkor megtanulták, akkor intenzív élményeik, érzéseik voltak vele kapcsolatban, most már nem is figyelnek oda rá, hogy valami új dolgot megtanulnak róla. És hogyha azt nézzük, hogy különböző ügyek kapcsán, tehát hogyha azt nézzük, hogy a tényleg közpolitikai közönkutatások, amik szerintem, vagy legalábbis nekem van egy olyan benyomásom, hogy nagyon sokáig kifejezetten, mondjuk 2010 előtt is a balliberális vezetésnek volt egy ilyen hozzáállása, hogy ezen keresztül kell meghatározni azt, hogy milyen kormányprogram van, azt, hogy milyen ügyekhez nyúlunk hozzá. Tehát ezekről mit gondoltok, hogy tényleg lehet-e használni az ügyekről készülő közvéleménykutatásokat, vagy az milyen politikához vezet, ha így próbáljuk meghatározni? Annyival egészíteném ki a Gábort, és én ennyiben húznék egy vonalat, hogy 2010 és előtt és után, hogy ott nagyon nagy különbség, és nem csak abban, hogy a Fidesz rendszer előtt vagy után, hanem abban, hogy a Fidesz politikája egyébként a totális kutatásra épül. Szóval az ő totális politikája arra épül, hogy szinte a világ összes dolgát mérik, megmérik, fókuszcsoporton, telefonosan, személyes kutatásban, megállás nélkül szólnak ezek a közvéleményt, ami abból adódik, vagy onnan kezdődött, hogy a 2006-os vereség után, amikor volt egy politikai fordulat a Fideszen belül, akkor most már halott Arthur Finkelstein megjelent a Fidesz környékén, aki ugye Amerikában egy viszonylag jegyzett politikai tanácsadó volt, és nem csak azt hozta el, hogy akkor a mi és ők és a gyűlölet politikájának, hogy hogyan kell mindenkit állandóan megbélyegezni és lerántani a mélybe, hanem elhozott egy olyan kutatási módszertant Amerikából, ami akkor a Fidesz számára ismeretlen volt Magyarországon. És elhozta azt, hogy hogyan kell olyan szintű kutatásokat, olyan mély kutatásokat végezni, amik nem csak ez a politikai pártpreferencián mozgó kérdések, hanem ennél sokkal mélyebb, akár a politikai oldalakon túlmutató, vagy mélyebben lemutató kérdésekre fókuszál megállás nélkül. És az akkori rendszer úgy működött, amikor még Arthur Finkelstein itt volt, hogy a Fidesznek a hódudvarában kiépülő, akkor még Nézőpont, a fontos szereplője a Kód nevezetű Kft., a Századvég, mind akkor még ellenzékben lévő intézmények, ezek elkezdtek egymással is versengeni, hogy ki hogyan méri a különböző kutatásokat, hogyan számol. Ezt Arthur Finkelstein ezért is volt itt Magyarországon, ő vonta le belőle a konzekvenciákat, és ő mondta, hogy na, így kell szerepelni, ezt kell csinálni, és így kell menni előre. És ez még ugye az ellenzéki Fideszben volt, és onnantól kezdve 10 után, Finkelstein halálá után is, a Fidesz lényegében minden kérdést, amit a magyar politikában művel, azt megelőzően kutatja, lemegy a legmélyére, és mindig olyan dolgokban próbál menni, amiben legalább neki van többsége, vagy legalábbis vagy 50%-a, vagy 60%-a van. Amikor meg nincs, és ugye itt beszélgettünk egy pár héttel ezelőtt a lengyel választásokon, hogy mi a különbség a PiS és a Fidesz között, hogy a PiS meg akarta csinálni, hogy az egész lengyel közvéleménnyel szembe menjen egy kérdés, mert ugye ez az egész abortusz kérdéskor, a Fidesz soha nem csinálna ilyet, mert bármit csinál, az először leméri, ha látja benne, hogy ott van egy nagy ellenállás, akkor azonnal változtat, netadó, vasárnapi boltzár, és még tudnám mondani, soha hozzá nem érne az abortuszhoz, hiszen tudja, hogy ebben egy teljes másik többsége van, és az egész kormányzása ezért így működik. Akkor van a baj, amikor vannak ugye az eltervezett kutatások, Századvégnek, meg a Kódnak, meg a Nézőpontnak, hogy és még akiket nem is tudunk, hogy milyen cégeknél, mennek egy havi rendszeres mondással, akkor van a baj, amikor valami különleges dolog történik. Lásd például mondjuk az ukrán háború kitörése, amire a Fidesz nem számított. És emlékeztek arra, egy 2-3 napig nyikorgott a gépezet, hogy akkor most éppen mi van, most akkor NATO van, vagy elítéljük, vagy ne ítéljük el, és nyikorog, mert egyszerűen az történik, hogy várják, hogy megjöjjön a fókuszcsoport. Ez történt. És akkor jöttek arra, amit akkor is ugye mondtunk, hogy a magyar emberek nem feltétlenül úgy látják ezt a háborút, hogy egy csomóan szeretnék, hogy lássák, hogy ez egy honvédő háború, egy agresszor lép fel mondjuk egy szerencsétlen Ukrajnával szemben, ami szerintem egyébként a valóság, hanem ők úgy látják, mind a szláv népek egymás közötti harca, és igazából nekünk ebben nincs is beleszólásunk. És ezt ők megmérték, látták, jó, akkor ezzel alapján fogunk menni. És az már egy másik, és akkor mit tetszett akkor a kampányba, hogy ez egész egy ilyen küldjünk, ne küldjünk-e katonát kérdésből átment egy élet-halál kérdésbe, de volt 3 nap, amíg ugye ők megtették azt a stratégiai nyugalmat, hogy bevárták azt, hogy meglegyen a kutatás eredménye, és nem improvizáltak. Amit szerettem volna ebben mondani, ők tudatosan elképesztő mennyiségű egyébként közpénzt használnak erre, hogy teljes mértékben a magyar lakosságot megállás nélkül szondázzák, így használják, és egyébként a közpolitikát is így alakítják. És bocs, utolsó gondolat, ami most volt egyébként friss dolog, ez a napelem kérdéskör, ugyanez, hogy belementek egy politikai játszmába, abba, hogy akkor a napelemeket akkor kivezetik a rendszerből. De kitől vették el? Attól a középosztálybeli komoly egzisztenciával rendelkező egyébként Fidesz szimpatizánsoktól, akiktől az egész Fidesznek az ilyen bázis az egyik gerince. És amikor ezt látták, hogy ebből baj lesz, rögtön változtattak benne. Szóval ez nagyon jól elmondtad, ez egy olyan legendárium, ami 90%-on téves. Na. És Stockholm-szindrómás tünetre az ellenzéknek is kártékony is ebben az... De mondd, hogy még részletén. Tehát egyrészt nincs csodafegyver. Tehát a közműalkotások Arthur Finkelstein kezében sem adnak csodafegyvert. Ez így van. Tehát ezt nem szabad eltúlozni, senkinek nem kell attól tartania, hogy annyira kifürkészhetők az ő gondolatai, hogy mint a Matrixban lehet ráncigálni erre-arra. A másik, hogy tehát ez a nagy kompetencia, azért nincs. Az én semmi nyomát nem látom ennek a hatalmas kompetenciának. Mindent megteszek, hogy megismerjem szakmai felkészültséget ezeknek az embereknek, nagyon kevés eredményt érek el ebben a tekintetben, de annyit azért látok, hogy meghökkentő butasággal is lehet találkozni a megnyilvánulásaikban, nem tudnak dolgokat, lehet, hogy van valahol a háttérben valaki, aki esetleg jobban, biztos, hogy van, aki jobban érti a technikát, de azért azoknak az embereknek a tudását sem kell feltétlenül csillagászatinak gondolni, és nem biztos, hogy nagyon fontos döntéshozó helyzetben vannak ezek a technikailag esetleg kompetensebb emberek, vagy van annyi önbizalmuk, hogy a főnökkel szembe menjenek. Hogy ők működnek, hogyan írják a kérdéseket, erről keveset lehet látni, nem bíznám rá. Orbán Viktorében nem bíznám rá ezekre az emberekre a politikai sorsomat. Nem olyan minőségű munkát látok. Gábor, bocsánat, hogy akkor ha már vitázunk, melyik része ebben a dologban, ami szerint 90%-ban a Stockholm-szindróma az, hogy megállás nélkül kutatnak, az, hogy ők ismerik a legjobban a kutatásaik miatt, nem azért, mert valami csodafegyverük van, hanem ez egyszerűen egy teljesítmény. Tehát nem az, hogy ők valami különleges tudásbirtokában vannak, hanem ők használják ezt az eszközt. Tehát hogy nem az van, hogy ők valami különleges dolgot találtak ki, hanem egyszerűen megállás nélkül ipari mennyiségben kutatnak. Igen, de ettől nem lesz tehát... Nem, meg szerintem az a kérdés, hogy valójában azt gondoljuk el, hogy ez valóban szóval ez egy megismerési eszköze, és szerintem ez az, amiben köztetek is utána van, és hogy én azt gondolom, hogy a felméréseket valójában ilyen puspollos módszertant is használnak, plusz a fókuszcsoportok is nagyon sokszor valójában erről szólnak. Tehát olyan mennyiség itt a közvélemény befolyásolására eszköz, mint sem arra, hogy megismerjék, és szerintem ez egy fontos kérdés, mert az, ahogyan ezt például most mondjuk felvázoltad, ettől úgy is tűnhet, mintha egy alulról befolyásolt demokratikus működés lenne, és szerintem ez egy fontos kérdés. Az. Na, és ebben mondjuk én nem értek egyet, vagy sokkal erősebbnek látom azt, a közvéleményt befolyásoló és a politikai táborát mozgató erejét a Fidesznek, ami egyébként erre egy eszköz a közönkutatások is, meg a fókuszcsoportjaik is, amiket láttam, ezekből eljutott hozzám ilyen típusú kérdés, hogy hogyan mérnek be mondjuk egy egy lejárató ügyet, vagy hogyan tesztelnek szavakat, ilyet már mondjuk láttam, ez teljesen egyértelmű, hogy annak a fókuszcsoportnak nem a véleményére kíváncsiak, hanem hogy az érzelmi rezonanciáikat fölépeszték. Persze, bocsánat. Mondjuk, ugye térjünk vissza ahhoz az alap dologhoz, az embereknek felületes ismeretei és véleménye van ezekről a dolgokról, és ez elkerülhetetlen, és ezt tiszteletben kell tartani. Ebből az is következik, hogy képlékeny azért bizonyos mértékig a véleményünk, tehát el lehet venni ide és arra is. Amikor 2022. február 24-én ugye, elkezdődött a háború, akkor egész biztos, hogy amikor ott kutatgattak, akkor azt látták, hogy hát el lehet vinni ebbe az irányba is, abba az irányba is. Ez tehát ez egy politikai döntéskérdés, hogy az ember mit akarok ebből kihozni. Az igaz, és szerintem ha valamit értékeset tanultak, akkor ők a fókuszcsoportokból, a közönkutatásokból, ami nem volt nyilvánvaló, mondjuk Donát Annára, amikor február 24-én délután a Bajza utcában szónoklatot tartott az orosz követség előtt, hogy micsoda elementáris félelmi reakciókat vált ki egy ilyen háborús helyzet főleg a politikán kevésbé érdeklődő emberek körébe. Az ellenzéknek, hogyha volt egy hibája, az az, és nem csak az a Partizán interjús a mondat, hanem a Partizán interjús mondat mögött ugye részben félreértése volt a NATO-nak, meg azon belül kötelezettségek, részben meg hát az, hogy nem érzékelték azért ők azt, nyilván a politikai iránt érdeklő emberekkel sokkal többet találkozik, és nem nehezére esik érzékelni azt, hogy akik kevésbé vannak úgy ott, és keveset hallanak a dologra, és hú, háború, jaj. Ezeket nem tudja venni a fókuszcsoport és a közönkutatás nélkül, és ott egy kicsit, hát így, igen, ott vakra futott az ellenzéki reakció, hogy nem volt elég empatikus. Igen, a riadalmat növelték valójában, mind a plakátokkal is, mind a megszólalásokkal. És ha volt valami haszna a fideszes apparátusnak ebben a helyzetben, az persze, hogy ez tök nyilvánvalóvá tette számukra, hogy itt van egy elementáris félelmi reakció, és akkor de nem, nyilván nem ez volt az oka annak, hogy ők így döntöttek. Hát ők orosz barátok akartak lenni, hogyha lehetséges. Tehát igazából azért a vasárnapi boltzár mellett is irracionális, milyen meddig kitartottak mellette. Tehát azért de azt elengedték. Nekik, igen, végül elengedés, amikor valamit elengednek, akkor nagyon gyorsan tudják elengedni a Szájer kezét is, nagyon gyorsan tudták elengedni. Nem tudom. Tehát valóban van egy ilyen militarizált jellege a Fidesznek, hogy nagyon gyorsan tudunk váltani, és akkor sütj, és akkor mindenki befogja a száját, és mindenki, ugye a svéd szavaz, sem tudjuk, hogy miért nem szavazunk már erről a svéd tagságról, de hát tehát ezt mondja Viktor, akkor nem szavazunk róla. Tehát van egy ilyen gépezet jelleg, ez egy nagyon jó kifejezés az örökám, hogy hatalomgyár, aminek része a közvélemény, de azért az nem úgy működik, hogy megkutattuk a közvéleményt, és akkor azt csináljuk, amit a közvélemény mond, mert egyrészt a közvélemény semmit nem mond semmit, az össze-vissza beszél, ellentmondásai vannak az emberek fejében, főleg kollektív véleményben, aztán meg tényleg egymásnak ellentmondó, ezt is szeretné, meg azt is szeretné, meg minden jó dolgot szeretné, csak éppen hát nem összeegyeztetünk egymással. Tehát valóban a részben az a cél, az a rendeltetés ezekre a kutatásokra, hogy nem csak azt mutassák fel, hogy most pillanatnyilag mi ez a felületes válasz, amit adok, hanem hogy merre lehetne őket elvinni. És ezzel nagyon sok mindent lehet csinálni, nem csak fókuszcsoport, hanem közönkutatásokból is lehet sok okos dolgot csinálni, véletlenszerűsíteni azt, hogy kinek milyen formában teszem föl a kérdést, vagy milyen bevezetővel teszem föl, és akkor egész jól lehet látni, hogy hogyan lehetne szavakkal játszani, vagy milyen megfontolásokat érdemes előtérbe helyeznem egy politikai kérdés megítélés az ukrajnai háború megítélésében, hogyha most az energiaellátásra hegyezem ki a dolgot, meg abba, hogy nekünk ki kell ebből maradni, akkor másféle reakció jön ki, mint hogyha arra hegyezem ki, hogy tarara, amire az ellenzék hegyezte volna ki inkább a dolgot. Tehát valóban van egy ilyen nem az a demokrácia, hogy azt csináljuk, amit az embereknek a felületét. Nem is ezt várják az emberek a politikustól. A politikustól azért azt várják, hogy vezessen. Hogy, és aztán persze nem akarjuk azt, hogy bárhol vezessen minket. Bocsánat, csak egy reakciós, aztán menjünk tényleg tovább az aktuális dolgokra. Én nem azt mondtam, hogy ez egy demokratikus folyamat. Én azt mondtam, hogy a politika csináláshoz alapvető érzelmeket keresnek az ilyen kutatásokban, amikor aztán meg lehet lovagolni, és lehet erre is, meg lehet arra is. És én azt láttam például a háborúban, amikor megvolt az a félelem, amiről beszéltem, hogy az emberek egzisztenciálisan féltek, azt kellett megfogni, és aztán meg fel kellett ilyen szempontból nagyítani. És hogy a Fidesz mennyire jó, vagy mennyire rossz ebben, én azt gondolom, hogy ők mennyiségben dolgoznak, és amikor ők használják kutatásokat, azokat nem úgy csinálják, mint hogy az ellenzék csinálja, hogy különböző sajtótermékekbe elhelyeznek grafikonokat, hanem ennél sokkal mélyebben, vagy sokkal szofisztikáltabban dolgoznak. Na, én erre akartam rátérni, hogy az ellenzéken hogyan használja a különböző közleménykutatásokat, és szerintem egy nagyon ellentmondásos, meg feszültségekkel teli kérdés ez, és hoztunk is pár példát erre. Nekem az egyik emlékezetes, amikor a 2019-es önkormányzati választási kampányban ugye a főpolgármester választáson el akart indulni Puzsér Róbert, és még arról volt egyáltalán szó, hogy belemegye az ellenzéki előválasztásba, vagy sem, és hát a közvéleménykutatókat pécézte ki részben ellenfeleként, legalábbis az volt az állítása, hogy a közvéleménykutatók, akiket függetlennek mutat be a média, azok valójában a mainstream, az establishment ellenzéket szolgálják. Itt például ebben a konkrét példában ugye Závecz Tibornak ment neki, azt állítva, hogy azok a kutatások, amik a kampány előtt már az esélyeket mutatják be, vagy a támogatottságot, azok azt szolgálják, hogy a kihívó jelöltek, vagy az új jelöltek, azok ne tudjanak belépni a politikába. És erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről, hogy lehet-e egy ilyen funkciója a közvéleménykutatásoknak valóban, hogy a státuszkót erősítik meg, vagy a már bent lévő szereplőket, és kiszorítják azokat, akik esetleg szeretnék őket kihívni, vagy valamilyen radikálisabb álláspontot képviselni. Másrészt pedig, hogy valóban függetlenek-e a magyar közvéleménykutatók, vagy mit gondolunk erről, amikor egy politikai kampány része az, hogy kijönnek bizonyos kutatások. Hát az, hogy Puzsér Róbert, mint egy ilyen outsiderként induló jelölt durva szavakat használ, és beleszáll ilyen közszereplő, mint egy közvéleménykutatóba, ez ugye egy ilyen 3%-os támogatottságra törekvő jelölt esetében érthető, hogy ilyen szavakkal, mert azt gondolja, hogy 3%-ot ezzel is, valamivel ki kell tűnni, valami idézhetőnek kell lennie, valami, ami... Tehát én azért inkább így, de teljesen természetes, hogy a közvéleménykutatásoknak, hát azok kellemetlenek azoknak a jelölteknek, akiknek még nincs nagy támogatottsága. De hogyha elkezd fölépülni az a támogatottság, akkor viszont az ő barátjuk lesz a közvéleménykutatás, hogyha megmutatja az ő momentumát, hogy én jövök föl. Tehát nemrégiben volt a Jakab Péter pártjáról, ugye ez a közvéleménykutatás, ami nagy feltűnést aratott, és ráirányította a sajtó figyelmét jobban arra, hogy mit is csinál Jakab Péter. Jakab Péter nem nagyon szerepelt a magyar sajtóban, mondjuk egy éven keresztül. Ugye ezt nemrégiben meg is vizsgáltam, hogy nem feltétlenül Jakab Péter, általában inkább jobban érdekel Dobrev Kár, de azt is láttam, hogy valóban Jakab Péter eltűnt a magyar sajtóból a tavaly nyár után, akkor nagyon-nagyon sokat írtak róla, amikor a Jobbikból való kipenderülése volt napirenden, meg ahogy elválik a feleségétől, és tarara, tehát ez a történet tele volt, utána ő eltűnt. De hát valamit csinált, van egy közvéleménykutatás, azt mondja, hogy már mit tudom én, hány százalékon áll, ez ráirányítja a figyelmet, és akkor a sajtó is elkezd el foglalkozni. Tehát az, hogy valóban a közvéleménykutatások jó esetben ugye a valós dolgokat mutatnak, megmutatják azt is, hogy te még egyelőre egy zéró vagy, és neked előbb még valamivel bizonyítanod kell ahhoz, hogy érdemes legyen az embereknek odafigyelni rád, mert egyelőre úgy néz ki, hogy te egy esélytelen jelölt vagy. Ezt is meg kell mutatni a közvéleménykutatásnak, meg azt is meg kell mutatni a közvéleménykutatásnak, hogy elkezdtél följönni. Itt van valami érdekes dolog, igaz ugyan, hogy 40%-on áll az X, és ez az ember még mindig csak 5%-on, de hát valós dolgokat mutatnak? Hát ebből azért nekem van kétségem, és az elmúlt 13 évben azért azt megtanulhattuk, hogy láthatjuk azt, hogy már nem úgy van, amit mondtál, Gábor, hogy ez egy piac, ahol piaci szereplők egymással versengenek. Most már igazából egy nagyon, hogy mondjam, ebben a rossz példával élve, nagyon sok az eszkimó és nagyon kevés a fóka, és hoztunk is erről egy táblázatot, hogy néz ki most ez a piac, hogy az ellenzéki oldalon milyen kutatóhelyek vannak, és amikor például amikor itt van ez a bejátszás, és most fel is olvasom, mert mondták, hogy nem látják ezt nyilvánvalóan a podcastban hallgatóink. Tehát ugye van itt két ilyen gömb, és ugye az, hogy a kormány közeli, ami szerintem eufemizmus, tehát a kormányzati, az egyik ilyen a Századvég, a Nézőpont, a Társadalomkutató, a Kód Kft., mondtam, és a Reál PR. Ugye itt körülbelül ugye van még ennél több is, de ők foglalkoznak bizonyítatóan kutatásokkal, tehát lekérdezésekkel, ugye ez 5 darab ilyen cég, de mondom, van még a másik, van még pár is, amit nem jelezzünk itt. A másik oldalon a nem kormánypárti, ugye ez az ellenzék, hogy Dávid szerepében lévőkben pedig ugye az iránytű intézet, amit egy Jobbikhoz közelének lehet mondani, Závecz Tibor kutatóintézete, ami korábban a Szonda Ipsosból vált ki, a Medián, ugye, amit Han Endre fémjelez, a 21, aki egyébként kb. Egyedüliként deklarálta, hogy ő a Momentum közeli intézet, a Publikus ugye az elhíresült nyílik, zárul az olló típusú kijelentésével működő cég. Hát az MSZP ökoszisztémával sokszor. Igen. Itt van ugye a Republikon Intézet, amit Hon Gábor korábbi SZDSZ-es államtitkár vezet, és itt van az IDEA Intézet, amit Böcskei Balázs, aki a DK főtanácsadójaként volt, vezet. És ugye azt látjuk itt, hogy ugye ezek mind valamilyen szinten politikai pártok mellé vagy körül szerveződnek, ugye még egyszer a piacról beszélve, és amikor valaki kijön egy ilyen kutatás, amiben mondjuk valamelyik párt jobban áll, vagy kirívón áll, akkor ugye ember elgondolkodik, hogy olyan nem azért van, mert aki rendelte, az ezt szerette volna, hogy aki fizeti, az annak jön. És ugye az emberekben, hiszen az ellenzéki választóban, és főleg abban a mostani helyzetben mindig egy ilyen szkepszis kezd már kialakulni, hogy kinek tudok hinni, hogy egyáltalán hihetek valakinek, és van egy ilyen bizonytalansági tényező, hogy ja, hát én ezeknek nem is hiszek, ezek, amit mondanak, ezek semmik. És a másik oldalon pedig, hogy ők is megállás nélkül publikálnak, de ők szerintem deklaráltan azért, hogy a másik oldalt tartsák sakba, vagy szivassák, vagy befolyásolják, és van ez a két játék egymással, ami én szerintem már, és ezért kérdeztem tőled, egy nagy ilyen egymás szórakoztató játékkel alakult át. Az egyik oldalon kis, pici, egynapos híreket gyártanak, hogy akkor éppen ki, milyen lista, régi pólus, új pólus, zöld, nem zöld, stb. Utána 4 évvel később kétharmad, a másodon pedig csak így szórakoznak velük, hogy akkor igen, bemértük azt, hogy a legelutasítottabb ember a nem tudom kicsoda, és az egész már nem az emberekről szól, nem a polgároknak a nem tudom tájékoztatásáról szól, hanem csak egy ilyen végtelen játéknak érzem én, de kérdezik, hogy te mit gondolsz róla. Hát ez így van, hogy a kormány párt által finanszírozott közönkutató intézetek, amelyeknek hát szinte kizárólagos megrendelője ugye a kormányzati szféra, illetve hát az ahhoz kapcsolódó magánvállalatok, meg nem tudom csinálják, ők csak propaganda céllal tesznek ki bármit is. És hát ez látszik is ugye azon, hogy milyen címmel jelenik meg, tehát teljesen független attól, hogy az adatokban mi látható, a Nézőpont Intézet csak azzal a főcímmel tesz ki választási közönkötási eredményt, hogy a Fidesz erősödött, vagy vezet, vagy valami ilyesmi. És a másik oldalon pedig hát nyilván van egy nyilván az ellenzéki pártokból lenne egy törekvés arra, hogy akkor ezt próbáljuk meg ellensúlyozni, és keresni olyan közönkutatókat, akik hajlandók esetleg úgy spinnelni a dolgot, hogy a közönkutatási adattal azért a mi üzenetünk is átmenjen, és akkor hát erre vannak etikusabb, meg kevésbé etikus próbálkozások nyilván. A kérdés az, hogy maradt-e még bármi más azon a közönkutatási piacon, mint ilyenféle próbálkozások. Hát én a Mediánt azt én egy független intézménynek tartom. Nyilván, hogy van egy politikai értékrendszere az ott dolgozó embereknek, ami időnként befolyásolja őket abban is, hogy milyen kérdést próbálnak megkutatni, hogy mi az, amit saját kezdeményezésükre is esetleg igyekeznek erőforrásokat teremteni arra, hogy arról legyen valami. Azért nem áll tőle távol, hogy politikai agendát képviseljen, hogyha csak visszaemlékszel az elmúlt pár évben, mondjuk az elmúlt 10 évben, amikor Bajnai Gordon a porondra lépett újra 2012-ben, akkor egy héttel később a Medián mérte be őt, nem tudom, 10x%-ra egy ugyanilyen 3-as kérdéses dologban, aztán 17-ben, amikor éppen ment a helyezkedés, hogy ki legyen az ellenzék, nem tudom, legkisebb pártja, akkor az új polós nevezetű sosem létező formációt mérte be 20%-ra, és miközben egymással harcolt, még egyszer korábban Gyurcsány Ferenccel szembe Bajnai Gordon és Mesterházi Attila, akkor hétről hétre azt mérte be a Medián, hogy éppen ki van éppen 1-2%-kal a másik előtt, szóval azért tőlük se teljesen távoli ez a közvélemény, az ilyenfajta színelő befolyás. Szerintem az adathamisítással nem foglalkozik senki. Én nem ezt mondtam. Csak azt mondtam, hogy volt két kutatás, amiben két olyan szám jött le, ami aztán végül is aztán semmifajta a valóság. Az új posztolótól most nem emlékszem, a Bajnaira igen, az egy nagyon rövid ideig tartott egy Momentum a Bajnainak, abban az egy kutatás készült. A kérdés az valami, volt, hogy szavazna-e rá? Tehát ez egy ilyen nagyon feltételes... 3-as H-val volt. Igen, ez egy ilyen nagyon feltételes módú kérdés volt egy olyan helyzetben, amikor az ellenzék éppen nagyon vezetett a közönkutatásokban, tehát a Jobbik LMP nélküli rész az akkor beérte a Fideszt 2012 őszén, akkor volt egy... A Fidesz érte be őket. Hát akkor a csökkenés volt. Igen, tehát akkor volt egy ilyen időszak, amikor 2-3 hónapig tartott. És ebben a 2-3 hónapban, amikor egy nagy várakozás, sok bizonyos, hát a társam egy részében nagy várakozásokkal tekintettek a dolog iránt, és volt egy érdeklődés, az valami olyan politikai termék létrejött iránt, ami ez eset nem ez az unalmas MSZP Mesterházi Gyurcsány, és akkor ebben a pillanatban talán egy pár percig Bajnai Gordonra bemondta annyi ember, hogy ez hogy megy keresztül aztán a sajtón egy ilyen közremutatási micsoda, és hogy miért nem a Mesterházi Attila miért nem tudott megrendelni akkor egy olyat, ami szintén helyesen valami más aspektusra át tudott volna mutatni, ezt nem tudom. Aztán meg 2/3 lett 14-ben ezekkel a kutatásokkal együtt. Igen, tehát vigyázni kell ezzel, hogy egy ilyen éppen még csak föltűnt, és még, de mondjuk majdnem miniszterelnök volt korábban, tehát ezért valamire emléket még tudhattak róla az emberek. De hát ez egy viszonylag rövid ideig tartott a nagyon nagy szárnyalása, de azért még a 2014 májusában az LP választáson azért még 10%-ig eljutott a pártja, tehát volt egy valós, tehát ott volt az MSZP nyomában még az LP választáson is. Tehát volt azért egy momentuma ennek a fajta próbálkozásnak akkor. De hogy van-e ezen kívül más, inkább azt mondanám, hogy ugye a független sajtónak nincs arra pénze, hogy közönkutatásokat finanszírozzon, még az Indexnek a 18 táján időnként volt, de hát olyan lehetőséggel rendelkező média most már nem maradt, esetleg a Partizán tud talán majd labdába rúgni, mint ilyen krőzus ezen a színpadon, a közönkutatások megrendelőjeként, de szóval nincs ilyen, úgyhogy hát marad az, amit kap a sajtó. A sajtóban az újságírók hát azért nem sok mindenről kell írniuk, nem érthetnek annyit, nincs meg az önbizalmuk se ahhoz, hogy ők most különösebben kommentálgassák ezt a dolgot. Időnként idejük sincsen arra, hogy normálisan elolvassák azt, amiről írnak, és elírások történnek. Tehát az újságíró ugyan mondhatná azt, hogy ez egy itt milyen közelintézet, meg olyan közelintézet, de akkor azonnal fölhívják a főszerkesztőjét, és fenyegetik, és nem tudom micsoda mindenféle peres eljárással, tehát meggondolja, ő nem akarja azért kivívni a főnökének sem a haragját, az újságíró nem merik szerintem mendemondák alapján, amiről beírni azt, hogy most erről ezt kell gondolni, azt kell gondolni, Gábor, amit mondasz, egyébként igazad van, csak ugye most már negyedik kétharmad van. Ja. És én nekem az a kérdésem, hogy vajon nem lehetne ebben valami olyan fajta minimális konszenzus teremteni, és nyilván nem a mi feladatunk ez, hogy olyan futásokkal legyen a közvélemény, mondjam, szórakoztatva, aminek legalább a tudományos minimumnak megfelel. Ja. És most hoztunk két olyan kutatást, amiben két intézet, amit mi komolynak gondolunk, vagy komolynak veszünk. Hogyan kell ezeket, most ha ránézel erre, ugye ez most az első, ez a Mediánnak a kutatása, amiben február, május és szeptemberről van, szavazókorú népesség. Hogyan kéne ezt olvasni úgy, hogy szakmailag rendben legyen? Te hogyan tudnád ezt interpretálni úgy, hogy aki ezt ránéz erre, mit kéne ebből neki levonnia, hogy áll most Magyarország politikai térképe? Ez alapján, ez a Medián, még egyszer a hibahatár 3,5%, amire szintén ez, hogy mit jelz, hogy 3,5%, mert ez mindig visszatérő kérdés minden politikát fogyasztó fejében. Tehát a hibahatár. Ugye a hibahatár az egy a régi világban használatos kifejezés volt, amikor véletlen mintákkal tudtak venni a közönkutatók, 90%-os meg 70%-os válaszadási arányt tudtak elérni úgy, hogy tényleg véletlenszerűen tudták kiválasztani azt, hogy kit keresnek meg. És azt jelenti, hogy hogyha ugyanazzal a technológiával, ugyanabban az időpontban ezerszer elvégzem ezt a kutatást, fölteszem ezt a kérdést, akkor mind az 1000 vizsgálatban valami más százalék fog kijönni, de matematikailag leírható, előre megjósolható, hogy mekkora különbségek lesznek az 1000 mintámnak a százalékai között. Tehát lesz olyan, amiben ez 1,5% lesz olyan, amiben 1,7 lesz amiben 2,1 lesz, de van egy ilyen tényleg matematikailag precízen leírható hibahatár, amin belül ingadozni fognak az ugyanazzal a módszerrel, különböző mintákon, ugyanabban az időpontban ugyanazra a kérdéssel kapott válaszoknak a megoszlása. Pusztán azért, mert az ezer mintában más-más 1000 ember volt, és tök véletlen döntött el azt, hogy valaki az első, vagy az 589-be került be. Ezt jelenti a hibahatár. Ilyen hibája most is van a kutatásoknak, mert azért bizonyos mértékig véletlenszerű az, hogy most éppen kinek a számát hívták föl abból a ismeretlen eredetű telefonszám gyűjteményből, vagy én most éppen kinek jött föl a Facebookon az a híret, és abban azért van valamennyi véletlenszerűség. Tehát értelmezhető a hiba határfogalma ezekre a kutatásokra, és abban az értelemben, hogy ha ezzel a technológiával 1000-szer megcsináltam volna ebben az időpontban, akkor, de ma már, mivel nem véletlen mintákról van szó, ezért az égvilágon semmi garancia nincsen arra, hogy ennek az 1000 mintámnak, amit megcsinálok ugyanazzal a technológián, ugyanabban az időpontban, az átlaga, az pont az lesz, mint ami népességben. Micsoda. Tehát ezeknél a mintáknál sokkal, a mai kutatásokban sokkal nagyobb az a probléma, hogy nem véletlen mintákat kérdezünk, van ilyen technológia, olyan technológia, amolyan technológia, ilyen probléma, amolyan probléma, így próbáltuk megoldani, így súlyozunk, amúgy súlyozunk, nem tudom micsoda. Az ebből fakadó eltérések az eredmények között, meg a valóságtól ebből fakadó eltérések a kutatások által között sokkal nagyobbak lehetnek, mint a hibahatár. Ebből az értelemben egy kicsit értelmetlen manapság már ezeket a hibahatárokkal különösebben sokat foglalkozni, mert ez arra van, hogyha a Medián ugyanezzel a technológiával több mintát csinált volna, akkor ennyi lenne az ingadozása. Igen, de ez a lehetséges hibá forrásoknak most már csak a kisebbik része. Ha ránézel erre, akkor mit tudsz elmondani a politikai helyzetről? Most mint kutatóként kérdezem, hogy... Igen, tehát a hosszú évek tapasztalatában azzal kapcsolatban, hogy mennyire pontosak általában Magyarországon a közvéleménykutatások, és azon belül a Medián hogyan teljesítők, hogy jobban teljesítenek általában, mint a mezőny más szereplői. Ebből én azt el tudnám fogadni, hogy olyan nagyon nagy változás a Fidesz támogatottsága nem történt, de lehet, hogy volt valami itt csökkenés. 5%-os csökkenés van, csak aki nem látja, ugye 35-öt volt februárban, és most szeptemberben. Igen, ez ugye statisztikailag nem szignifikáns, hiszen a hibahatárt azt úgy kéne értelmezni, ugye ez a 3,5, ez eleve egy pontatlan szám, mert ez arra vonatkozik, hogy egy 1000-es mintában egy százalék az mennyivel ingadozhat, de hát itt nem 1000 ember mondott valamit arról, hogy kire szavazna, hanem csak, mit tudom én, 700-800, azon belül már egy kicsit nagyobb lenne, és ez az 50 százalék közeli százalékos aránynak lenne akkor a hiba határa, ez csak 35, 32, 30, tehát ez egy valamivel már kisebb, tehát itt már inkább ez a véletlen hiba határa inkább 2,8 lenne, viszont amiatt, hogy igazából nem az 1000 ember van, hanem csak a 800 alapján, ezért kicsit nagyobb. A DK-nál ugye meg már még, ahol 7 és 9 százalékok szerepelnek, ott már még kisebb a hiba határa, amiatt, hogy ez nem egy 50 százalékos szám, hanem a nullához közét, viszont minél közelebb van egy szám a nullához, annál kisebb a hiba határa, ahhoz képest, amit ott mindig az a konvenció, ugye azért, elkezdek egy más irányból megközelíteni a dolgot. Tehát a közönkutatók azért mantrázzák ezt a hibahatár dolgot, meg 3%, meg nem tudom micsoda, mert az a sok évtizedes tapasztalatuk és nagyon-nagyon megalapozott tapasztalatuk, hogy nagyon nehéz ennél többet megtanítani az újságolvasóknak és az újságíróknak. És ezért, hogy fölhívják a figyelmet arra, hogy azért ne tessék már mérget venni ezekre az adatokra, tehát azért itt van egy tólig határa, ezért szeretnének valamit mondani, és nagyon igyekeznek, nagyon konzisztensek lenni, hogy ne zavarják össze az embereket. És ma meg, ha tudja is már, hogy ez nem egészen pontos így, hogy hiba határ 3,5%, akkor is ezt fogja mantrázni, mert nem akarja összezavarni az embereket valami bonyolultabb történet. A valóság az ennél azért sokkal bonyolultabb. Ezt szerintem úgy olvassa az olvasó, az a helyes a manapság, hogyha egyrészt azt mondja, hogy hát ez már régi történet, hogy véletlen minták vannak, itt már sokkal nagyobb tévedések is lehetségesek, mint ami a véletlen minták korábban volt, és hát láttuk is, hogy a 2022-es választáson például, hogy milyen nagy a közönkutatások átlaga is mennyire félre tud menni. Tehát kicsit többet tessék ráhagyni, de mindig tessék emlékezni arra, hogy igen, itt azért tóligekről van szó. Engem valami, ami nagyon érdekel, hogy a kispártokat, hogy lehet mérni egyrészt ilyen hibahatárok mellett, másrészt pedig, hogy mit jelent, amikor valaki 1-2 százalékok körül van. Itt is figyelembe az, hogy ezres mintákról beszélünk legtöbbször. Ugye az tényleg igaz, hogy ezeket a kis számokat könnyebb pontosan mérni, mint a nagy számokat, mert biztosan tudjuk róluk, hogy közel vannak a nullához. Tehát a nullán túl nem lehet tévedni már. Jó, de most csak elvicceltem a dolgot, de szóval, hogy igen, tehát azért pusztán azért, mert hogy ahhoz, amit odaír hiba határ plusz-minusz 3,5%, közben belül nem az következik, hogy az LMP az 1 plusz-minusz 3,5%, mert tudjuk, hogy nem minusz 2,5 a... Gábor, bocsánat, csak egy kérdés. Ugye pont ez a Medián kutatás. Ugye itt az MSZP-t, ugye szeptember nézzük, hogy 1%-ra méri a Medián kutató. Két nappal ezelőtt jött ki hírként, ugye a Republikon Intézet pedig már 5%-ra méri, és az ugye mágikus szám a magyar politikában, hogy benn van ugye a parlamenti küszöbben. Ugye az másképp szavazókoló népesség, az meg ugye biztos pártválasztó, hogy lehet ekkora különbség valójában egy kb. Ugyanakkor felvett mintákba. Ilyen szinten lehet két idézet között ekkora különbség, ugye, mert a magyar politikában ugye ez az, hogy benn vagyok a parlamentben, vagy nem. Vagyok-e még, vagy nem? Létezek-e, vagy még nem? És ebben a játékban ugye ez az 5% ugye a kulcs. Igen. Hát a Fidesz esetében lehet ekkora játék, ami teljesen rendben van, tehát én nem mondanám, nem venném biztosra azt, hogy itt egy változás történt a Fidesz számára, mert ugye most tegyük fel, hogy most valami, a valódi hiba határa ennek az valami plusz-minusz 3,2 lenne, mert ugye kisebb, mint 50%, tehát kisebb. Akkor azt úgy kell érteni, hogy szeptemberben mértünk egy 30% plusz-minusz 3,2-t, februárban meg mértünk egy 35% plusz-minusz 3,2, tehát a február is lehet, hogy csak 32 volt, és a szeptember meg lehet, hogy 33 volt. Tehát ez hibahatáron belüli változás mutatkozik, és ugye hozzá kell tenni, hogy hát ez a mediánnak a mérés. Most a mediánnak mondom, ott véletlen telefonszámokat hívogatnak, tehát ennyiben én jobban bízom az ő számaikban, mint a gyűjteményekkel dolgozó számok. Ugye a Republikonon soha nem lehet tudni, hogy ki csinálta a közlemutatást, ők hol innen, hol onnan vásárolnak. Tehát, szakmai fölkészültség sem különösebben erős oldala a közlemutások tekintetében. Tehát a Republikán ugye úgy csinálják a közlemutatást, hogy hát mi már annyi közlemutatást rendeltem én, Horn Gábor, SZDSZ kampányfőnök helyettesként, vagy kampányfőnökként, hogy hát már én is értek ehhez annyit, amennyi kell ehhez a dologhoz. Tehát ez körülbelül így, ott ezen a szinten áll a szakértelem. Nem tudom, hogy ők maguk számolják ki azt, vagy már azokat a csúnya Excel ábrákat, amiket ők gyártnak, tehát még ábrát se tudnak gyártani professzionális minőségben. Tehát, tehát nem tudni, hogy ők honnan rendelnek, az biztos, hogy valami olcsó húst rendelnek, meg valami telefonszámgyűjteményből. Abban rendszeresen nagyon magas LMP jön ki, meg az MSZP, DK is lényegesen magasabb, mint másoknál. Ami szemben van minden más konszenzussal, és megnéznénk, hogy van a másik, ugye a Závecz Research-nek a táblája, amit szintén hoztunk, hogy hozzunk legalább kettő egymást. Ugye itt azért hasonló a helyzet, de nézd meg azt, hogy például itt van ugye, itt az MSZP jóval erősebb, mint a Medián mintájába, a DK is, hát most jóval, most persze ez egy játék, hogy a második ligában éppen mi a helyzet, de hogy itt azért ugye az előzőben a Medián ugye azt lehet látni, hogy körülbelül van 3 vagy 4 hasonló nagyságú párt, itt a Závecz Research-ben ugye az látszik, hogy mégis azért a DK ugye nincs 20%-on, ugye még egyszer mondom, ez a szavazó körül, de hogy ez az álomszerű, amit itt sokszor mondott Gyurcsány Ferenc, hogy majd előző, mostani tavasszal lesz 20%-on, ez nincsen, de mégis ugye ez egy teljesen másik képet mutat. És akkor az átlagos olvasó ugye akkor hogyan döntse, hogy akkor most akkor 4 ugyanakkor a nagy párt van, és haldokló kicsik, vagy pedig igazából egy nagy párt van, ugye mert ez a politikai egy fontos kérdés, ki a legnagyobb a kisebbek közül. Hát nagyon nehéz helyzetben van az újságolvasó, mert sok intézet publikál számokat, és minden intézetről más történetet tudnánk itt elmondani, és azt már nem tudja az ember a fejben tartani. Nem is kell neki. És miért lenne az ő dolga, és az újságíró sem tudja. Tehát igazából a okosság az csak annyi, hogy ne tessék azzal foglalkozni, hogyha megjelent egy közvéleménykutatás, különösebben, hogy valami érdekes, meglepőt mutat, akkor amíg 5%-on áll Jakab Péter, akkor lehet, hogy érdemes egy kicsit több figyelmet szentelni annak, hogy ki ez a Jakab Péter, és mi történik körül, lehet, hogy valami ott megy, történik, amit eddig nem vettünk észre, és akkor arra érdemes odafigyelni. Azt mutatja, hogy a DK legnagyobb ellenzéki párt, akkor hát lehet, hogy erről van szó, de hogyha ennél többet, valami megalapozottabb véleményt akar, akkor keressen olyan helyeket, ahol egymás mellett vannak a különböző közönkutatások eredményei, és akkor azt fogja látni, ez talán még egy megjegyezhető dolog a Partizán nézői számára, mint egy ilyen bölcsesség a következő szezonra, hogy a 2022-es választások után elég kevés közvéleménykutatás jelenik meg ahhoz képest, hogy korábban mennyi jelent meg. Nagyon-nagyon, és egy csomó intézet nagyon-nagyon szorványosan tesz ki, vagy azért, mert nincs pénz arra, hogy gyakrabban, mint a Mediánnak nincs több pénze, mint hogy 3-4 havonta. Az Závecz is most már arra tért rá, úgy vettem észre, hogy 3 havonta áll csak elő valamilyen számmal. Viszont vannak olyanok, akik havonta publikálnak, a független sajtót ezek nagyon bejárják, és hát valamilyen, és erről tényleg nem akarok spekulálni, mert ezerféle módon tudnék spekulálni mindenféle politikai összeesküvés történeteket, és nem biztos, hogy szükség van rájuk. Lehet, hogy a kontársága magyarázata, nem kell politikai magyarázatot keresni minden mögött, erre esetleg például mondom. Jó, tehát, hogy azok, amik most rendszeresen megjelennek a független sajtóban, az IDEA-nak a Facebookos idézések csinált kutatása, amiben szerintem nem hazudnak arról, hogy mit csináltak azokban, de egy nagyon furcsa súlyozási eljárást alkalmaznak, amitől nagyon kevés változás van az ő idősorukban, és ráadásul visszatérő válaszolói vannak az algoritmus micsodája miatt. Ott ugye abban nagyon magas a DK, ott van ez a 19-20%-os DK. Emellett még viszonylag, ugye havonta jelenik meg a Republikon, ahol nem tudom, hogy miért, ott a második, és akkor még Závecz előfordul 3 havonta, abban is még viszonylag magas a DK. Ezhez képest azok az intézetek, amik csak úgy időnként fordulnak el, a másik 8, azoknál mind sokkal alacsonyabb. Tehát ilyen 12-13-14%-os DK-kat lehet látni, sokkal magasabb kutyapártokat, meg időnként Mi Hazánkot lehet látni, mint ezekben a gyakorta posztolókban. Az LMP az ugye csak a Republikonnál kerületbe, a 4-5%-os magasságban senki másnál, az MSZP csak a Publikusnál kerül, ugye a 5% meg annál magasabb, micsodában, és még az Závecznél, meg a fordul elő az, hogy ezek a 3-4%, az ideánál például 1% az MSZP, szóval vannak ilyen egyedi jellegzetességek, együtt kell nézni, keresni kell, a Vox Populi választási kalauzta a Facebookon, meg a 444-en, meg a izét, hát most egy pár hónapig már annyira elcsüggettem attól, hogy mit beszéljek még ezekről a közműködtetásokról, nem kell olyan sokat foglalkozni velük, politizálni tessék, inkább meg tanulni fontos dolgokról, de már megértem a 444-nek, hogy lesz ilyen, a 444-en is lesz ilyen, ahogy közeledik az önkormányzati, meg az Európa-parlamenti választás, ahova egymás mellé összehasonlító módon, mert sajnos nem összehasonlító módon jelennek meg a sajtóban, de összehasonlító módon egymás mellé lesznek teszve a dolgok, és akkor abból látják, hogy mit mondanak. Na most, hogy mit mondanak, annak az átlaga, az az igazsága, vagy még mindig olyan messze van az igazságtól, mint 2022 áprilisában, erről semmit nem tudunk, hogy ezt ne hagyjuk szó nélkül, hogy semmilyen látható erőfeszítés nem történt a magyar közönkötők világában, amiről a legesebb nyilvánosság előtt nem számoltak, de semmi ismét. Amikor 2002-ben ennél kisebb hiba volt, akkor hatalmas önmarcangolás volt, tanulmányok sorát írták közönkötők, és komoly kutatásokat végeztek saját pénzükből, komoly erőforrásokkal, és aztán be is számoltak erről a közönségnek, hogy mit tettünk, mit gondolunk arról, hogy mi ment itt félre. Itt semmi. Azon kívül, hogy 4 közönkutató egy interjúban elmondta azt, hogy hát igen, nagy nyomást éreztek magukon, és hát ezért hát lehet, hogy egy kicsit túl kedvező számok jelentek meg. Egyébként ez a görög magyarázat is, ez egy csodálatos történet, az idén 2 választás volt egymás után Görögország parlamenti választás, hogy egy hónapon belül az elsőn 10%-kal túlbecsülték a közönkutatások a Syrizán, a másodikon halálpontosak voltak a közönkutatások. Megkérdeztem egy görög közönkutató, egyikben megírta aztán utólag az újságban maga verzióját erről, aki nem publikált, hanem csak egy konzultásként egy pártnak dolgozott. És ő azt mondta, hogy hát igen, itt az volt, hogy olyan a fenébe elküldtek, amikor a valódi számokat mutattam. Senki nem hitte el, és ezért mindenki belállt abba, hogy na jó, hát akkor addig mazsolázzuk, vagy addig masszázsoljuk a számokat, amíg valami olyan nem jön ki, amit már hajlandó elhinni nekünk a sajtó és a politikusok, mert nem fogják el. Ilyen például ugye a 22-es kampányban is volt, amikor kijött az utolsó Medián mérés, akkor mondta azt már Jakab Péter, hogy ez a felmérés olyan, mintha Orbán Viktor rendelte volna. Hát igen. Csak viszont tegyük hozzá, hogy azért nem kell mindig politikai szándékot keresni. Ugye a Tarlós Karácsony 2019-es főpolgármester választása ugyanilyen nagy volt a közönkutatások átlagának a tévedése. Akkor ugye az igazsághoz, ami egy 7%-os Karácsony győzelem lett, a Publikus Intézet került a legközelebb, még ők is rettenetesen alábecsülték a Karácsonyt, és túlbecsülték Tarlóst. Milyen érdeke volt akkor a Publikus Intézetnek arra, hogy alábecsült? Semmi. Tehát ne tessék azt mondani, hogy egy 6-7%-os tévedés egy közönkötőnek, az feltétlenül azért van, mert ott valami politikai masszírozás miatt. Nem akarta a Publikus, biztos, hogy nem akarta a Publikus Intézet alábecsülni Karácsony győzelmi esélyét, hogyha nekik lett volna olyan adatuk, amiben Karácsony 7%-kal vezet, azt ők boldogan publikálták volna szerintem. Nem volt olyan. A legkedvezőbb, amit ki tudtak jönni, hogy hát ilyen döntetlen közeli állás van. Tehát ne tessék mindig azt gondolni, hogy itt politikai összeesküvések irányítják ezek az adatokat. A kormánypárti közönkutató intézetek adataiban is lehet igazság, és a közönkutatások átlagánál nagyobb igazságot sajnos nem tudunk. De és az nagyot tévedhet, de azért teljesen ne hagyjuk őket figyelmen kívül, mert akkor csak a hülyeség és csak a propaganda lesz az információforrásunk. És szerintem még egy dolgot, amit fontos elmondani, hogy persze vannak ezek a pillanatszerű felvételek, mindig ezek az adatfelvételek, de hogy nem lehet alábecsülni a politikai munkának, meg a kampányoknak a hatását, és azt, hogy valóban meg lehet győzni választókat, és hogy a mozgósításnak, a meggyőzésnek és a kampányoknak nagyon nagy ereje van, és hogy szerintem ezt még fontos mindig figyelembe venni. Szét lehet rontani egy szavazótábort, ami összeállt mondjuk 2021 októberére, ugye? A műsor előtt beszéltük erről a vágyról, hogy igen, hogy mi azt gondoljuk, hogy tényleg, ha nem is vezetett feltétlenül az ellenzék 2021 októberében, de hogy azért egy egál közeli helyzetbe addigra már jutottak, és ahhoz képest ugye 16%-kal kaptak ki néhány hónappal később, hát az bazi politikai munka hiánya. Ez a tökéletes végszó erre egy ilyen vétó gondolattal. Köszönjük szépen, Gábor, hogy itt voltál nálunk, és elmondtad, hogy hogyan kéne nézni a kutatást. Egyetlen egy hozzáadott mondatot még mondanék, biztos vagyok benne, hogy ebben a forrás hiányos világban nem kell ennyi ellenzéki kutatóintézet, lehet, hogy ha csak kettő lenne, és erre költött pénzt valóban szakmai munkára végeznék, akkor lehet, hogy más lenne ennek a szakmának újra a megbecsültsége és az a bizalom, amivel az emberek feléjük fordulnak. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. A jövő héten Unger Anna politológussal fogunk beszélgetni az Orbán rendszer természetéről, szerintem nagyon érdekes adás fog következni. Ha ez a műsor tetszett, kérlek a Partizán YouTube csatornájára iratkozzatok fel, illetve van a Vétónak saját podcast csatornája, arra is nyugodtan, plusz ha van valakinek kérdése, írjatok a vétó@partizanmedia.hu oldalra, valamint jövő hónapban Nyíregyházára fogunk látogatni, erről majd lesz külön hír is, leírás is, kérlek mindenképpen gyertek oda is el. Köszönöm szépen!